A sátoraljaújhelyi szlovák-magyar kéttannyelvű általános iskola felújítására adott magyar állami támogatás is szóba került a Magyarországi Szlovákok Napján Pálházán. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is megerősítette a hírt a két állam kormányfőinek júliusi találkozóján, a zempléni szlovák nemzetiségi iskola felújítására is ígéretet tett Orbán Viktor miniszterelnök. Most szavaztunk meg éppen ennek egy komoly támogatást, tehát ott elindul egy felújítás. Békés Csabán is elindul, ugye Dél-Alföld és az Észak-Kelet Magyarország, ahol a szlovákok különösen, a szlovák nemzetiség különösen erős, tehát ide koncentrálunk. A sátoraljaújhelyi szlovák iskola már több mint 60 éve működik. A zempléni szlovákság megmaradását jelentette 6 évtizeddel ezelőtt, és most is. Az iskola és a hozzá tartozó kollégium teljes felújítására eddig nem volt lehetőség, részleteiben volt eddig renoválás csupán. A tornatermet és az udvart sikerült pályázati forrásból korszerűsíteni. A teljes rekonstrukció a jövőt is jelenti az intézménynek, mondta az igazgatónő. Ez nagyon fontos, hogy ez az intézmény megmaradjon, legyen egy fenntartható és biztos jövője, és így az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásának égisze alatt biztosítva legyen a jövőnk is. A szlovák iskola fenntartója az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. A békéscsabai, szarvasi, budapesti, tótkomlós intézmények után a sátoraljaújhelyi iskola fenntartását 2007-ben vette át az önkormányzat 10 évre. Azon vagyunk, ahogy minden iskolánknál, amelyet működtetünk, hogy minél jobb körülményeket, feltételeket teremtsünk. Az a maga idejében 30 évvel ezelőtt egy modern iskola volt, most már a szigetelést, a nyílászárókat cserélni kell, hiszen a fenntartása így nagyon költséges, és nagyon örülünk neki, hogy erre lehetőségünk nyílik. Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhely polgármestere is üdvözölte a felújítás hírét, hiszen az épület az önkormányzat tulajdona. Megérett az iskola felújításra, és most abban reménykedünk, hogy egy komplex rekonstrukció eredményeképpen még több gyereket tud vonzani esetleg a Hegyközből és a Bodrog közből egyaránt, különösen azon településekről, ahol szlovák kisebbség, szlovák nemzetiség is jelen van. Az intézmény felújításának állami támogatásán túl az iskola korábban egy energetikai korszerűsítési pályázatot is benyújtott. Így ideális esetben a két forrásból teljes egészében megújulhat a sátoraljaújhelyi magyar-szlovák két tanítási nyelvű általános iskola.